Tisztelt jelenlévők, a közmeghallgatáson már elhangzott, talán éppen Timán polgármester úr szájából, hogy amennyiben nem megfelelő döntés születik, akkor bírósági úton megtámadják. Ugye ez a jogorvoslat egyik formája, a másik pedig ugye a Magyarország alaptörvényében is biztosított közvetlen hatalomgyakorlás, az egy végszavazás. Egyébként ilyen irányban volt is érvényes kezdeményezés 2022 őszén, amikor egy politikai párt az akkumulátor nyárat érintően két kérdésben is helyi népszavazást kezdeményezett a helyi választási irodánál. Ezt a helyi választási bizottság mind a két kérdés tekintetében helyben hagyta, tehát semmi akadálya nem lett volna annak, hogy az érintettek aláírásgyűjtésbe kezdjenek, és ezt követően szükséges számú aláírás összegyűjtése után helyi népszavazásra kerüljön sor. A jelölő szervezet párt azonban a én, mint helyi választási iroda vezetője által hitelesített mindkét aláírásgyűjtő mint a példányát át sem vette. Még egyszer mondom, át sem vette. Tehát helyi népszavazásra e tekintetben az ősz folyamán ezért nem került sor. Van papírod és tollal? Ott a fiatal ember szürke elsőben mellettem. Jó napot kívánok! Két kérdésem lenne, Szükszény Tamás vagyok. Az egyik az lenne, hogy készült hatástanulmány, illetve felmérés a víz és talaj, illetve a levegőszennyezésről. És a kérdésem az lenne, hogy készült a tanulmány a hang és a rezgés szennyezésről. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy elvileg, hogy főpolgármester úr is mondta, ez egy munkahelyteremtő program lenne. Van-e bármilyen megegyezés Magyarország kormánya, vagy a városvezetés és az akkumulátorgyár között, hogy valamilyen százalékban muszáj nekik magyar munkavállalókat alkalmazni, és ha igen, akkor hány százalék ez? Az első kérdésre szeretnék válaszolni. A hatástanulmánynak a sok-sok tartalmi követelmény mellett van három fontos része. Az egyik része az, ami bemutatja, hogy most milyen a jelenlegi terheltség levegő szempontból, talaj, talajvíz és zajvédelmi szempontból is, tehát végeztünk zajméréseket, és ehhez kerültek hozzáadásra a működésnek a hatásai, ideértve a levegőt, illetve a zajvédelmi számításokat is, és ezen túlmenően még az építkezésnek is a környezeti hatásait vizsgálni kellett. Tehát a kérdésre válasz az, hogy igen, készültek zajvédelmi mérések a hatástanulmány készítésére. Az eredmény az, hogy az alapállapoti zajmérésekhez hozzáadva a tervezett üzemeknek a zajterhelését és a CETL-nek a tervezett zajterhelését a legközelebbi védett létesítményeknél mind nappal, mind éjszaka határérték alatti terhelés várható. És ezt is nyilván majd működés során ellenőrizni szükséges, hogy mindenki számára megnyitató visszaellenőrzése lehessen ezeknek a számításoknak. Munkaerőt illetően azt tudom elmondani, hogy ilyen megállapodás nélkül is a munkaerőt helyben Magyarországra fogjuk keresni. Ennek megfelelően megkezdjük az egyik működésünket itteni munkaerőt dobozó cégekkel. Együttműködünk a Debreceni Szakképzési Centrumban és a Debreceni Egyetemmel is. Engedjék meg, hogy még ezt annyival kiegészítsem a kérdezőnek válaszolva, hogy amikor a BMI meghozta a döntését, hogy Debrecenben építi fel a gyárat, akkor folyamatosan azt hallottam, hallgattam mindenféle kommentekben, véleményekben, jól biztos, mert mondtam, hogy külföldi munkaerőt fog toborozni a BMI és idehozni. Hát nyilván láthatják, hogy a munkaerő toborzás az egyértelműen itt helyben, Debrecenben
és itt a régióban, Kelet-Magyarországon, sőt országosan Magyarországon zajlik, és nyilvánvalóan ez az elvárásunk a CDP-vel kapcsolatban is, tehát nincs külön megállapodás a kormány és a cég között, abban a tekintetben, hogy milyen nemzetiségi kvótát alkalmazom a munkaerőállomány tekintetében, egyértelműen az az érdeke szerintem mindenkinek, hogy magyar munkaerő elsősorban. Köszönöm szépen, Schmuck Erzsébet vagyok az LP társelnöke, és a megszólítatás miatt kértem szót. Igen, valóban az LMP-nek a helyi szervezete beadott két kérdést helyi népszavazásra. Egyetlen agyok miatt nem vettük fel a kérdőívet, mert közben a kormány bejelentette, hogy Magyarországból akkumulátorgyártó nagyhatalmat akar csinálni, és nem lehet azt megengedni, hogy csak egy városban ne legyen, ne épüljön meg, miközben más városokban és településekben is ugyanezt akarják csinálni. Probléma van Győr mellett, probléma van Komáromban, probléma van Göd mellett. Ugye azt hallottuk, hogy Fóton is probléma van. Egy olyan népszavazást kell lebonyolítani, ahol sehol nem engedik meg Magyarországon, hogy ilyen környéket szennyezünk. Csinálni. Egyszerűen gondolni kell a jövőre, gondolni kell arra, hogy éghajlatváltozás van, hogy Kelet-Magyarország félzsivatagos állapotban van. Önök idehoznak szakembereket. A szakemberek most mondják, hogy persze rétegvíz, meg talajvíz, de közben mi lesz az élelmiszerrel, mi lesz a mezőgazdasággal? Majd ilyen veszélyes üzemekre fogjuk a vizeinket elpocsékolni. Gondolják már egyszer végig. És szégyeljék magukat, hogy az országban, kérdezőben, az ő köztisztviselőit azért, hogy a köztisztviselői a nép akaratát érvényesítsék. Ennek ellenére ez az intézkedés pontosan ennek az ellenkezője, tehát ön, mint polgármester a nép akaratával egyenesen szembe menve a hivatala által önre bízott feladat ellenkezőjét végzi el. Először azt szeretném kérdezni polgármester úrtól, hogy ön szerint ennek a beruházásnak a kitalálása, megtervezése és az elvileges megvalósítása a demokratikus alapelvek és értékek mentjén valósult meg, avagy sem, ez egy eldöntendő kérdés, igen vagy nem? Tekintettel arra, hogy a... Igen vagy nem! Igen vagy nem! Igen! Igen.
igen, tekintettel arra, hogy ha az engedélyek megszületnek, akkor valamennyi jogszabálynak megfelel az üzemünk. Második kérdésem pedig összesen annyi lenne, hogy mivel a demokráciában a köztisztviselők elszámolással tartoznak a népfelé, akik jelenleg mi vagyunk, a város is mi vagyunk, nem az épületek, nem az ipari parkok, hanem Debrecen város, az emberek, az itt lakók, tehát mi vagyunk a város, tehát a mi érdekeinket tartja, és minden bizonnyal minden fölött szem előtt. Ezért azt szeretném megkérdezni, hogy mik voltak azok az okok vagy érdekek, amik miatt a demokratikus eljárás teljesen az útszélre került, mi volt az, amiért mindezt át lehet hágni, mik ezek az érdekek, ezek az okok, mi áll a háttérben? Semmilyen olyan döntés nem született, amely a demokratikus eljárásoknak vagy elveknek ellen. Bocsánat, ez nem igaz. A demokratikus eljárásban a nép megkérdezésével kezdődik a törvényhozási folyamat. Ebben az ügyben egy hatósági engedélyezési eljárásról beszélünk. Engem a törvény arra kötelez, hogy ezt a közmeghallgatást hívjam össze, és én ennek a kötelességet eleget is tettem. Mindenkinek megvan a lehetőség arra, hogy elmondja a véleményét. Ahogy főjegyző úr ezt az előbbiekben elmondta, népszavazási kezdeményezés is volt, nyilvánvalóan senki a demokratikus szabályokat át nem lépve vagy lépve nem küldött akadályt annak elé, az elé, hogy ez a népszavazás megvalósuljon. Mégsem valósult meg. Pedig a helyi választási bizottság a népszavazási kezdeményezéseket jóvá hagyta. Tehát jöhetett volna az aláírásgyűjtés, és utána jöhetett volna a népszavazás. Minden tekintetben a demokratikus elveknek megfeleltünk. Ezek szerint minden debreceni lakos kapott erről tájékoztatást, esetleg postai úton, hogy erről önállóan befessen és a bosság leadja. Most visszakérdezhetnék, hogy melyik az a jogszabály, amelyik azt mondja, hogy ebben a kérdésben szavazást kell tartani. Természetesen a jogszabályoknak ebben az eljárásrendben meg kell felelni. Ez az üzem megfelel. Ez ugyanolyan, mint egy másik üzem, hogy gyógyszergyárat Debrecennek. Büszkék vagyunk arra, hogy Debrecen komoly gyógyszeripari hagyományokkal rendelkezik, azok is hasonló kategóriába tartozó üzemek. És ennek okán, tehát ez is egy kialakult, szabályos eljárási rendben megvalósuló beruházás. Rendben, annyit szeretnék még kérdezni, hogy a meg nem valósult népszavazást miért vette a városvezetés egy beleegyező véleménynek? Nem vettünk beleegyező véleménynek, azt nem vették fel az aláírás gyűjtő éveket, és nem kezdődött meg a népszavazási kezdeményezés az aláírás. Köszönjük akkor itt a szemüveges úrnak egy mikrofont. De nem Dehn Tamás, egy kérdésem és egy megjegyzésem van. Az szerintem egyértelműen kiderült ma is, hogy a lakosságnak mi a véleménye az Akugyáról, nem támogatja. Hogyha önök ennek ellenére áteröltetik, akkor Debrecen város vezetése, illetve a kormány tudja garantálni azt, hogyha a gyár működési során bármiben megsértik katasztrófa védelmi előadásokat, akkor nem csak pénzbírságot fognak kapni, hanem leállítják az üzemet, addig, amit megjelenik. Ezt azért kérdezem, mert tudom, hogy minden ígéret annyit ér, amennyit az ígéret teszi. Viszont azt kérem mégis a illetékest, hogy mondja bele ennyi kamerával, hogy garantálják ezt. Megjelenik.
Köszönöm szépen a kérdést, teljesen jogos az úr kérdése, hogy a üzemeltető cég hatósági felügyelete hogy zajlik, és hogyha reagál a hatóság valamilyen nem megfelelő üzemfolytonossága, akkor milyen eszköze van. Igen, a válasz igen, mert tevékenységtől való eltiltás és a függetlenedés nekünk mi eszköze. Polgármester úr szájából is hallhatnám, hogy nem csak pénzbüntetés lesz, hanem leállítják a működést addig, amíg helyre nem áll. Én azt tudom mondani, amit a hatóság képviselője is mondta esetben. Köszönöm. A megjegyzésem pedig a következő lenne. Ha láthattuk itt ezt, korábban ezt a kis csodálatos propaganda videót, ami közben nekem forgott egy ugron. Én a párbeszéd képviselő vagyok, én megidőződős zöld vagyok, és utálom, amikor egy ennyire környezetszennyező gyárat azzal próbálnak eladni, hogy hú, de milyen környezetbarát. Ezt úgy hívják, hogy greenwashing. Ez azt jelenti, hogy megpróbálják zöldre bemázolni azt, ami valójában tartja. De a helyzet az, hogy messziről bűzik. Köszönöm. Nagyon rövid megjegyzésem lenne. Én nagyon sajnálom azt, hogy ebben az országban élünk. Nagyon el vagyok keseredve, és nagyon szomorú vagyok, hogy hogyan tehette meg a kormány azt, hogy egy ilyen energiaszegény ország akkumulátor nagyhatalommá akar válni. Nem gondolnak a jövőre. Mi lesz velünk később? Jó napot kívánok! Bodnár Zsuzsa vagyok, nem akartam megszólalni, mert újságíróként vagyok, úgy jelen az átlátszó munkatársa vagyok, de kénytelen vagyok, mert a Gödi akkumulátor gyár ellenküzdő Gödiak Egyesület képviselőjeként is vagyok itt. Szeretném megkérdezni azt, hogy mire alapozza azt a kijelentését, hogy nem környezetszennyező, nem lesz környezetszennyező debreceni gyár, és miért kéri arra a politikai pártokat, illetve a lakosságot, hogy bízzanak a hatóságban. Azért kérdezem ezt, mert a Gödi gyár környezetszennyező. Az előbb elhangzott kijelentés, hogy leállítják majd a működést akkor, hogyha a bírságokat követően is folytatja a nyár a veszélyes működését, és a környezetszennyező működését, ezt hazugság. Lehetséges, hogy ezek a katasztrófa védelmi szakemberek más mennyéből vannak, mint a testmegyeiek, de azok nem állítják le a működést, pedig a törvény ezt előírja. A környezetszennyezés az tény. Tehát a zajszennyezés az olyan évek óta, hogy a magyar törvény úgy szól, hogy a működését le kellene állítani a gyárnak, de nem teszik. Tehát ne higgyenek, és én most nem lázítani akarom a debrecenieket. És várom a polgármester úr válaszát, hogy mire hivatkozva meg azt állítani, hogy nem környezetszennyező a gyár és biztonságos, de a Gödi gyár az nem az. Tehát lehet, hogy itt egy másik gyár épül, és akkor önök ebben megnyugodhatnak, de mi évek óta szenvedünk az ajtól, nem alszunk, veszélyben élünk, tűzvédelmi berendezések nélkül működött egy évig a gyár. 24 cikket írtam az akkumulátorgyárak magyarországi működéséről. Nem az a probléma, hogy vannak jogszabályok, és azok se jók, mert azt tudjuk, hogy nem azok, hanem még ezeket sem tartják be. Itt a környezetvédelmi hatósághoz fordulnék, hogy önök tudják azt, hogy hogyan zajlik Magyarországon a környezetvédelmi engedélyezés, mert a debreceni gyár az egészen más módon zajlik. Tehát Magyarországon totális a káosz környezetvédelmi és katasztrófa védelmi engedélyezési, tehát engedélyezési szempontból is, majd jön a működés, és a működés során bármit elkövethet az üzemeltető, maximális következménye 1-2-3 millió forintos bírság. A Gödi gyárnak 759 milliárd forintos a nyeresége. 759 milliárd. És 36 bírságot kapott, 150 millió forint értékben. Rövidőköve
kifizeti. És mi évek óta küzdünk, napi több órát foglalkozunk azzal, hogy adjuk be a beadványokat, több pert indítottunk. Nincsen semmi esély arra, hogy megvédjük az országot attól, hogy akkumulátorgyártól mutatom, mert már éppen az, hogy a lakosság azt mondja, hogy köszi, ide nem hozhattok akkumulátorgyárat. Azt kérdezem, nem veszik sokáig kockázat-e ez az üzenet? Ezt kérdezem annak okán is, hogy tudjuk, hogy az országon keresztül ment egy olyan fegyverzet, amely Zágrába becsapódott. Mivel én a gyár közelébe élek, kérdezem ezt is többek között. Ezt is kérdeztem már egyszer, de erre nem kaptam választ. Nemzetbiztonsági kockázat. Nem tudom megítélni ezt a Nyilvánvalóan jogászként is az egész életemet abban éltem le, hogy jogszabályokat alkalmazok ebben a munkakörben is, amiben most vagyok, jogszabályokat alkalmazok. És a hatóságokban vetett bizalom, az szerintem egy alapvető kérdés. Hatóságokban bizalom, akár menetlekezem, akár nem, az egész életünket nyilván a hatósági eljárások, és a hatóságban vetett bizalom jelentőségben határozza meg, erre alapozta azt, amit mondtam. Én egy dolgot hagyom, hogy csak itt zajvédelmi szempontból hozzátenem, hogy Gödön nagyon-nagyon-nagyon közel vannak a lopi épületek, itt pedig röviden Én igen, én most a mostani engedélyezést tárgyalt a beruházás